Dokumentumsorozatok. Egy adott témát járnak körbe, a lehető legpontosabban és legrészletesebben bemutatván. Céljuk legfőképp az edukálás vagy az ismeretterjesztés, de bizonyos esetekben akár az elrettentés sincs kizárva. Az mindegy, hogy melyik hatást képviselik, magasztos céllal és odaadó kutató munkával készülnek, szakemberek segítségével. Nem úgy, mint a Netflix új sorozata, az élet a bolygónkon. Lássuk, hogy mégis miért bukott el eme alkotás. A sorozat legnagyobb hibája az, hogy hazudott nekünk. Az előzetesek és a különböző promóciós anyagok azt ígérték, hogy ez a sorozat végigvisz minket a Földön kialakult életen egészen az elejétől a mostani jelenünkig. Nagy vonalakban tényleg ezt teszi, csak nem úgy, ahogy azt gondolnánk. Egy adott rész, az első kivételével, egy adott korra és az abban a korban élt élőlényekre fókuszál a mai állatokon keresztül, tehát a letűnt korok állataiból alig mutatnak valamit, holott az előzetesekben és a megjelent promóciós anyagokban ők voltak hangsúlyban, sőt a mai élővilágból csak töredékeket láttunk. Ergo, pont a fordítottját kaptuk meg annak, mint amit vártunk. Ha én egy ősvilágról szóló dokumentum sorozatot nézek, akkor nem a mai természetet szeretném látni. Kétség nem fér ahhoz, hogy a mai természet lenyűgöző, és igenis érdemes a mai állatokat is bemutatni, de róluk számtalan dokumentum készült már, így bárki bármikor láthatja őket. De az ősvilágot sosem fogjuk látni, ezért elszomorító ez a döntés. Hatalmasat kellett csalódnom, ugyanis egy 50 perces részből 15, maximum 20 percet kapunk az ősállatokról, azokat sem a legjobb minőségben. A CGI több esetben is félkészen hat, amit nem tudok hova tenni, hiszen több mint egy évük volt dolgozni a sorozaton, és csak pár percnyi felvételt kellett volna megcsinálni rendesen, de még az sem jött össze. Valamint ami még ennél is rosszabb, azok az ősállatok kinézetei. A dinoszauruszok borzalmasan sikerültek. Néhány fajnál, mint például az Allosaurus, a Jurassic World-ös kinézetét vették alapul és állították be valódi állatnak, miközben egyáltalán nem így nézett ki ez az állat. De még azt is megkockáztatom, hogy a Jurassic World-ös Allosaurus pontosabb, mint ez. Egy dokumentum ne arra törekedjen, hogy menőre csináljon egy dinót, hanem arra, hogy a mostani tudásunk szerinti legpontosabb ábrázolást nyújtsa róla. És ha nem is tudjuk pontosan, hogy hogy nézett ki egy Allosaurus valójában, illetve soha nem is fogjuk megtudni, 100%, hogy nem ilyen volt. A testrészei nem arányosak, a mozgása életszerűtlen, és a testét borító krokodilszerű tüskék sem pontosak, ugyanis a dinoszauruszok nem két lábon járó hüllők voltak, hanem ősi madarak. Ezt egyébként maga a sorozat is kimondja, tehát tisztában vannak azzal, hogy helytelenül néznek ki a sorozatban szereplő dinoszauruszok, de mégis így alkották meg őket, hogy jobban tetszen az átlag nézőnek. És itt most nem arról beszélek, hogy legyen tollas az Allosaurus, mert a jó ég mentse meg ettől, de akkor se tegyünk rá ennyire specifikus hüllővonásokat, pláne ne egy vízi életet élő krokodiltól. A T-Rexnél ugyanez, bár az már egy jobban sikerült dizájn, a feje neki is rücskös és tüskés, viszont rajta tollak is felfedezhetőek. Na most, vagy tüskés legyen, vagy tollas, de mind a kettő ne legyen egyszerre. Sajnos ezek a jelzők majdnem minden dinoszauruszra elmondhatóak a dokuból, ami azért fáj, mert az összes többi ősállat jól néz ki, legyen szó az emlősökről, a szinapszidokról, a kétéltűekről, vagy a kezdetleges tengeri állatokról, mind jól néznek ki, és megállják a helyüket a mostani ismereteink szerint. Most mondhatjátok erre, hogy hát a dinoszauruszoknak nincsenek mai képviselőik, ezért nem tudtak mihez hasonlítani, még az emlősöknél igen, hát akkor el kell árulnom, hogy a szinapszidoknak sincsenek mai képviselőik. Érdekes, azokat meg tudták csinálni hitelesre. Egyébként meg ott vannak a madarak, amik mai képviselőik a dinóknak, konkrétan olyan szinten, hogy ők ma is élő dinoszauruszok. És a madarak egy elég nagy csoport, tehát bőven lehetett volna tőlük inspirációt venni, ragadozó és növényevőkről egyaránt. Az állatok rossz ábrázolása mellett a viselkedésük és a táplálékláncban betöltött szerepük is szemetszúró. A sorozat minden egyes ragadozót úgy állít be, hogy ők voltak az adott kor csúcsai, és semmi nem állt az útjukba. A legjobb példa erre a T-Rexek vadászata. A sorozatban a narrátor azt mondja, hogy egy Triceratops nem volt képes szembeszállni egy Tyrannosaurusszal. Na most, aki minimálisan is képben van a dinókkal, az tudja, hogy ez hazugság. Egy Triceratops nemhogy fel tudta venni a versenyt egy T-Rex-el szemben, hanem sok esetben még felül is tudott kerekedni rajta. Csak úgy, mint a mai ragadozók. Az ősállatok bemutatása annyit akar a sorozatban, hogy sikeres vadászatot látunk egy ragadozótól, de még akkor is ezt látjuk, amikor a mai élővilág van. Hát ha ma minden egyes vadászat sikeres lenne, akkor a ragadozók kiirtanák a növényevőket és felborulna az egész lánc. Ha már kihalt állatokat látunk, ne csak azt mutassák már meg, hogy hogyan ölték meg egymást.
Tény és való, hogy nem az összes jelenet áll ebből. Van itt udódgondozás, párkeresés és dominanciaharc is, illetve a Smilodonnak van egy marha jó jelenete a Doedicurusokkal, de ezek mégis eltörpülnek a gyilkolással szemben. Túlságosan ragadozó párti lett ez a doku, hiszen a nézőket szerintük csak a húsevők érdeklik és a harc, pedig szerintem ez nem igaz. Én igenis hiszek abban, hogyha valaki bekapcsol egy ilyen dokumentum sorozatot, legyen az az illető gyerek, felnőtt vagy idős, van annyi tudása a mai természetről, hogy az nem csak a vadászatból áll. De sajnos a negatívumok itt még nem érnek véget, ugyanis számos hiba van a sorozatban. Például a Pliosaurust Plesiosaurusnak mondják, mind angolul, mind magyarul. Na most ezt helyezzük át egy mai dokumentum sorozat formájába. Ez olyan, mintha egy varacskos disznót vízi disznónak mondanának. Semmi nem egyezik ebben a két állatban, a nevüket illetően és az, hogy emlősök. A varacskos disznó egy tényleges disznó, nagy agyarakkal, a vízi disznó viszont egy rágcsáló. Ugyanez a Plio és a Plesio is. A Pliosaurus egy hatalmas tengeri ragadozó volt, a Plesiosaurus pedig egy jóval kisebb testű, hosszú nyakú ragadozó. Ráadásul ezek nem is egy kormány és nem is egy helyen éltek. Egy dokumentum sorozat 2023-ban nem engedhet meg magának ilyen hibákat. Mert egy paleontológiában nem jártas néző ezt fogja alapul venni, és ez egy borzalmasan rossz dolog. Így én egyáltalán nem ajánlom ezt a sorozatot azok számára, akik ebből szeretnék bővíteni a paleontológiai tudásukat, hanem szeretnék ajánlani egy másik paleodoku sorozatot, amiből tiszta szívvel veheti bárki a paleontológiai tudását. Ez nem más, mint az Apple TV Plus-os prehisztorikus bolygó. Ez a doku a dinók olyan oldalát mutatja be, amit még soha nem láttunk, kreatív új teóriákat feldolgozva és csodálatos látvánnyal köröltve. Na ezt a szintet kellett volna képviselnie az Élet a bolygónkon sorozatnak is, de sajnos meg sem közelítette. Pedig a megjelenése előtt egyesek úgy hivatkoztak rá, hogy ez lesz a prehisztorikus bolygó kihívója. Hát ez csak szeretett volna az lenni. De akármennyire is fáj, ez a sorozat fog elhíresülni, nem pedig a prehisztorikus bolygó. Hiszen a Netflix 10-szer olyan népszerű, mint az Apple TV Plus, és rengeteg különböző nyelvre van fordítása. Így akár mekkora csalódás is lett nekünk, paleorajongóknak ez a sorozat, a világ számára ez lesz a kimagasló paleodoku színvonal. Amúgy tudjátok, ki volt a producer? Speed!